A film megtörtént eseményeken alapul. A tűz ellenállhatatlan. 10 éve vizsgálok tűzeseteket, így biztosan állíthatom. Mindnyájan szívesen nézzük a lángokat. Elbűvölőek, szinte megijéznek. Maga a csoda, ám a gyújtogatónál a csoda szenvedélyé válik. Sörös Sándor. Gyújtópont. Nagyi! 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 Kenny! Nagyi! Merre vagy? Itt vagyok, Kenny! Jó darabig itt leszünk. Ki ért ide először? Az 52-es kocsi. Találtak túlélőket? Igen, időben riasztották őket. Nos, nézzük, hogy történt. Hány túlélőt hoztak ki? Több mint 20-at, mind a nyugati oldalról. A keletit elzárták a lángok. De a vészkiárat szabadon maradt. Miért nem jutottak? A füst szabályosan lebénítja az agyat. Körbe-körbe bolyongtak. Csak pár lépés hiányzott az ajtóig. Összesen hány halottunk van? Eddig 4-ről számoltak be. Egészen pontosan egy eladó, egy vásárló, egy idős hölgy és egy gyermek. Úgy van, egy kisfiú. Kapitány! Kapitány! Kérdezhetek valamit? Gyere, indítsd el a kamerát, fiam! Megörökítjük a pasas munkáját. A főnök szerint elektromos zárlat okozta a tüzet. Gyújtogatás volt. Ezek szerint a főnök téved? Megesik néha. Ha maga mondja. A holttestet vett közelebbről. A forróságtól a szemét sem tudta kinyitni. Atya úristen.
Feszítsd fel a száját. Tessék! Nyisd ki a száját és húzd előre a nyelvét. Á, nem, ez kizár dolog. Tanulni akarsz, nem? Gyerünk, csak ügyesen. Egyszer el kell kezdeni. Nyugi, menni fog. Feszítsd fel. Húzd ki a nyelvet. Ez az. Jézus, ott a vörös folt a torok hátsó részén. A hő hatására duzzadt meg. Megfulladtak, miközben égtek. Jóságos Isten. Jól vagy? Minden rendben? Igen. Meg lehet ezt szokni. Nem. A gyerekeket soha. Borzasztó. Ainz vannak. A kollégák mindent előkészítettek. Már csak ez hiányzott. Átveszik az ügyet, uraim. Még nem végeztünk. Tudod jól, hogy a hullák a mi hatáskörünkbe tartoznak. Könyörgök, ne vitatkozz! Vitatkozik a halál, de tönkre tennéd a nyomokat. Mégis miféle nyomokat? Elektromos zárlat okozta a tüzet, nem? Nos, rosszul tájékoztattak, így gyújtogattak, csak azt kell kiderítenünk, hogyan? Teszek rá, hogy mit kell kiderítened. Ne nehezítsd meg a munkát. Okosabban tenni, ha ráhallgatna hadnagy. Kérdeztelek, kölyök, és kapcsolt ki azt a masinát. Egyébként is elárulnád, hogy mit keresel itt? Még csak nem is a te körzeted. Na, eredj szépen. Elment az eszed? Elég legyen ebből. Csillapodjanak, uraim. Johnnak történetesen igaza van. Hogy gyűjtse be a bizonyítékot, ha becsörtettek ide? Bizonyíték? Egyszerű baleset történt, te magad mondtad. Gyújtogattak, értsd meg. Nem én döntöm el, John a szakértő. Ha azt mondja, gyújtogattak, úgy is volt. Kaliforniában tovább tombol az erdőtűz, elpusztítva immár több mint 500 lakóhelyet. Összesen három irányból terjed a tűz, Carbon Canyon Glendale, valamint Santa Barbara települések közelében. Feltehetően mindhármat gyújtogatás okozta. A legújabb beszámolók szerint 1500 hektáron terület áll lángokban. Közel 400 lakóház és középület égett szó szerint. A helyszínentett látogatását követően a kormányzó kihirdette a szükségállapotot és felajánlott 250 ezer dollárnyi pénzjutalmat annak, aki az állítólagos gyújtogató nyomára vezeti a rendőrséget. A tűz szélesebben terjed. Tűzálló vegyszerek igyekeznek megállítani, ám úgy tűnik hiába. Az elmúlt két évben ez már a harmadik pusztító tűzvész. A közelmúltban történt számos esethez hasonlóan itt Glendale-ben is gyújtogatásra gyanakodtak. Eddig 40 lakóház vált a tűz martalékává. Az északi lejtőt fésüljétek át! Adja parancsnok, majd én! Jól van, húzd fel a kordon! Bízza csak rám! Bocs, elnézést! Rohadtam, ahogy tudtam! Kész katasztrófa, a helyszín úgy, ahogy van, úgy néz ki, mint egy disznó. És még enyhén fogalmaztam. A helyedben most rögtön kiszállnék. Hogyan? Mit szólnál egy malibui villához? Jól hangzik, nem? Mi a francó beszélsz? Értette azt? A feleséged a lábad elé fog borulni. Kilátás a tengerre, gyönyörű konyha. Ne itt játsz az ingatlan ügynököt, Hollywood Mike! Meg itt megszakadt, hogy kebedne meg az összes mobil. A válás nem olcsó balhé. Szóval kell a ház. Előbb egy nő kéne. És hogy állunk? Onnan elett a tűz. A parancsnok talált valamit. Már is? Na ne hülyéj. Hé, mester! Mit találtál? Ezt nézd. Kiakasztották, hogy ne aludjon el. Primitív drótos megoldás. Ismerős. Egy hónapja ilyet találtunk a Griffith Parki tűznél. Igen? Parkok helyett újabb házakat éget. Szép munka, John! Kösz, főnök! Hé, John! Találtunk egy tanút! Indulás, kész! Igen, valami ilyesmi. Sőt, egészen életű. Gratulálok, szívem! Tehát korábban nem látta a környéken? Nem, és jól ismerem az itt lakókat. Tudja, Pearsonék háza körül szimatolt, folyton estélyeket adtak. Nem csoda, hogy... Inkább mesélj el, milyen volt, amikor először látta. Jól van, hogyne, hát épp limonádét készítettem. Hogy is volt, várjon csak. Rendben, próbálja maga elég képzelni. Igen, már emlékszem. Szépen sütött a nap, amikor Pearsonék háza előtt megállt egy ismeretlen autó. Egy lerobbant régi kombi. Itt áldogáltam, amikor kiszállt a pasas, de valahogy... Írja le, kérem, hogy nézett ki? Magas volt, loboncos vörös hajjal. Egész jóképű fiatalember. Erőltesse meg az emlékezetét. Lehetséges, hogy a haja inkább barnás volt? Elképzelhető. Igen, talán.
és nem is olyan lobonc. Tudja, más tanúk vallomása alapján olyan illetőt keresünk, akinek a haja sötétebb volt, szinte fekete. Fekete, igen, igen, szóval most, hogy említi. Az öltözékére emlékszik? Nem viselt láncot a csuklóján? Esetleg zakót, nyakkendőt, talán kék színűt? Tényleg, most, hogy hallgatom, hát kiköpött így festett, minden részlet stimmel. Fekete haja volt, és öltönyt viselt, vagyis zakót nyakkendővel, a csuklóján pedig ott fityegett az aranylánc. Biztos, hogy magas volt? Nem, inkább sovány alkatú, alacsony, szívós, pasas, fekete göndörfürtökkel, sötét, mélyen ülő, szúrós szemmel. Asszonyom, minden szava aranyat ér. Rendhagyó élmény volt. De még mennyire? Elbírod, ne vigyem? Nem, kösz. Pont az én külsőm írta le. Tévedés, az én fickom jobb képük volt. De hát ott ültem a nő orra előtt. Csak szajkózz, amit a szájába adtunk. Mit is tanultál? Minden tanult ellenőriz, jegyeztem. Várj, kinyitom az ajtót. Köszönöm. Mit mond a sajtónak, parancsnok? Amit mindig. Az igazat? John Orr parancsnok ma délután bejelentette, hogy maga fogja vezetni a kalicsfűzi tűz nem követelt halálos áldozatot, de 40 lakóház égett le, 20 másik komoly kárt szenvedett. A tűz hatalmas mértékű pusztítást végzett. Gyújtogatásra gyanakodnak? Nos, ezt a lehetőséget semmiképpen nem zárhatjuk. Az én Johnom, már van fellépése. Kezett, de egyik sem vezetett nyomra, legalábbis egyetlen. Sorozatgyújtogatóban van dolgunk? Jó magam, erre. Szia, bocs, hogy késtem. Korai lenne bármit is biztosan állítani, de... Jól festesz. Az elmúlt hónapban meg... És az én kis tévéztem. Jó, majd éhen veszek. A lakosságtól azt kérdezik, szia, Keri. Ha bármi gyanúsat észlel. John Orr kapitány sajtótájékoztatóját. Keri, nem áll szóba velem? Mert nem engeded a moziba Mártival péntek este? Már minden barátnőm randizhat. Miért kell 16 éves koromig várnom? Anya megengedte. Teszek anyád véleményére. Milliószor megbeszéltük már, a szabály a szabály. Csak 2 hónapot kell kibírnod. 2 hónapban nem halsz bele. Kérlek, most ne gyötörj ezzel. Nehéz napom volt. Szólj Mártinak, hogy visszahívod. Honnan tudod, hogy ő az? Mindig ilyenkor telefonál. Mondd, hogy visszahívod, aztán ülj le szépen. Legyen együtt a család. Halló. Szia, Márti. Na és te, pupák? Hogy vagy? Jól. Mit gondolsz? Okosakat mondtam? Igen, klassz voltál, papa. Tényleg? Köszi. Mondd csak, mi az a piromániás? Akinek az a mániája, hogy pirosra festi a körmeit. Későre jár. Ideje ágyba bújni. Gyere ide. Szeretlek. A leckét kész? Igen, papa. Biztos? Uh-huh. Mindjárt jövök és betakarlak. Uh-huh. Jó. Szedd a lábad. Aludj jól. Úgy érzem, a tűz egyre közelebb kerül hozzánk. Kalics Hills már a szomszéd kerület. A lányok iskolájából 2 is hajléktalanná váltak. Igen? Már létrehoztak egy különítményt. Az FBI-t is bevonják. Nagyszerű. Jaj, dehogy nekem ne okoskodjanak. Nem vettek be a különítménybe? Nem, az FBI csupa szakértőnek álcázott aktakukacot küld. Jobb nekem így. Te tudod. Különben is. Kalics Hills teljesen leköt. Márti látott a híradóban. Azért hívott, hogy kapcsoljuk be. Igazán? Szerencse, hogy felvetted. Ugye? Azt mondta, rád férne egy jó sminkes. Ugyan? Hát, ha úgy kevésbé tűnsz görénynek. Nagyon kedves. Akár csak az anyja. Szervusz. Kösz. Kösz szépen. Nincs mit. Várj egy pillanat az összesen. Mi újság? Tudod, előbb vagy utóbb Keri elkezd fiúkkal mászkálni. Jobb, ha belenyugszol. Tudom, de akkor is inkább utóbb legyen, mint előbb. Ne maradj fenn sokáig, jó? Csak befejezem a jelentést. Ígéred? Persze. A munkahelyet ezzel is foglalkozhatnál. Ne basszancs. Thank you.
Sziasztok! Figyelj csak... Igen? Mi lett a kis, hogy is hívják a... mi is a neve? Kire Ebi... Ambriára gondol. Ambria, tényleg? Igen, Ambria. Hát semmi nem érdekes, nem jött össze. Pedig kedves lány volt. Ja, ja, baromi kedves, amíg le nem pattintja az embert. Lepattintott? De még hogy. Miért, mit szúrtál el? Fogalmam sincs. Azt mondta zavarja, hogy minden nap találkozunk a munkahelyen, aztán bekerült a különítménybe, és ennyi volt. Többé szóba se állt velem. Mi? Megőrült a csaj? Mi volt a baja? Hogyhol? Hát nem tudja. Mégis mit? Várjunk. Lép csak hátrébb. Szóval tényleg nem tud róla? De hát miről? Na jó, hihetetlenül hangzik, de... Az FBI bekérte a felvételemet a különítménybe, a főnök pedig rábólintott. Hülyéskedsz? Én lepődtem meg a legjobban, de állítólag beajánlottak. Megindultál a szamárlétrán, gratulálok. Megindultam, csak az a kérdés miért? Miért engem választottak? Na ezt fejtsd meg. Mert érted a dolgod, és a tanárod is jó. A tanárom zseniális, de Kamellót már bevették, igaz? Ő pedig csak magára gondol, kizárt, hogy engem ajánlott. Tehát valaki más tette az osztályról, akivel talán együtt dolgoztam. Összeállt a kép? Tudtam, hogy maga volt főnök. Lefogadtam volna, nagyon köszönöm. Beúsztalak a csőbe? Azt azért nem, de nagyon köszönöm. Óriási lehetőség. Használd ki, okosan. Ne féljen, büszke lesz rá, majd meglátja. Emiatt nem aggódom. Nem is kell. Tudom, hogy nyakig ül a melóban, de szeretném, ha kisegíteni egy-két jó tanáccsal. Hogyne? Tudja, melyik esettel kezdek? Na? A McWillis gyújtogatással. Tényleg? Úgyhogy, ha bármiféle tippet adna, bármi fogódzót, sokat segítene. Ne aggódj, remekül boldogulsz majd. Azért ide vethetne néhány morzsát, hiszen maga a guru. A Los Angeles környékén pusztító gyújtogatás sorozat tovább folytatódik. Miközben az ECL-ra létrehozott szakértői különítmény a bizonyítékokat vizsgálja, a tűzoltókat újabb lángokban álló üzlethez riasztották. Ezúttal a McWillis ajándékolt égetleg Glendale-ben. Reggel átfésültem a McWillis üzletet, ahogy kérted. Tényleg a plusz állatoktól indult a tűz, de a helyiségben bokáig állt a víz. Szóval ezért kerestük hiába a gyújtószerkezetet, elmosta a víz. Kérdezz utána a különítményben, talán máshol is találtak ilyesmit. Vedd elő a régi eseteket. Átnyálasztam mindent, de ilyen ketyerét sehol nem említenek. Viszont a McWillis ügy kapcsán váratlanul jelentkezett egy szemtanú. Komolyan? Sokat nem látott, de azért felvázoltunk egy fantomképet. Na és? Ezt nézze. Ez a bolond nő első rajza, emlékszik? Ez pedig a McWillis tanúi. Mutasd. Tegyen szakállat a nő rajzára, és akár ugyanaz a pasas is lehetne. Mégse volt olyan bolond az öreg lány. Nos, ez egyszer tévedtem. Szép munka.
Elnézést! Itt nem lehet dohányozni. A feleségét győzd meg, úgyis ő fog dönteni, de a bútorok nélkül meg nem mutass. Szegényes a képzelő eredmény. Hey, Hollywood Bias! Jelöltek pár Oscar-díjra? Pirotechnikai szakértő volt egy filmben, 5 szavas szereppel. Hát, felismerték bennem az Isten adta tehetséget. Ja, persze. Kösz szépen! Most mennem kell. A nevem Mike Matassa, én képviselem az FBI különítményét. A Los Angeles-i tűzoltóságot Glenn Lucero és Mike Camelo képviselik. Őket nyilván nem kell bemutatnom. Umbria, legyen szíves, ossza ki a vázlatokat. Tessék, felkértem továbbá John Ort, a vezető szakértőjüket, hogy szóljon pár szót a gyanúsítottról. Köszönöm. Tessék. De úgy látom késik, úgyhogy vágjunk bele. Hát nézzük is. Hello, sziasztok! Üdv, mester! Hello! Hello, szevasz, rég láttalak. Hát, akkor kezdhetjük. Már elkezdtük? Jó, nagyszerű. Kösz. Tehát két fantomképet kaptatok két különböző tanútól, mindketten fehér, 35 év körüli férfiról számoltak be. A gyújtogatók magányos farkasok, kapcsolatuk nincs, a munkájukban nem jók. Imádják a tüzet, mióta az eszüket tudják, nem ritka a gyermekkori trauma. Ezúttal nem tipikus esetről van szó. Az emberünk attól különleges, hogy kizárólag lakónegyedekben, zsúfolt boltokban gyújtogat, ráadásul fényes nappal olyan boltokat választ, amikben többségükben nők vásárolnak. Miért pont nők? Mert szereti, ha megriadnak. Ezt élvezi, főleg ahogy menekülnek. A lényeg tehát, hogy a fickónak igen fejlett az önbizalma, valamint kísleltető szerkezetet használ, már messze jár, mikor belobban a tűz. Ugyanakkor feltételezem, hogy az oltás idejére visszatér a helyszínre, és szívesen beszél a tűzről. Mindig igyekezzetek szemügyre venni a bámészkodókat. Hát, ha kiszúrtok valakit a tömegből. Az üldözés izgalma lehet a főindítók. Elsősorban ezért csinálja. Köszönjük a segítséget, John. Nem fejeztem be. Még sorra kell vennünk a helyszíneket, ugyanis... Elárul nem ilyen sürgős. Ha jól emlékszem, maga kért meg, hogy beszéljek a gyanúsítatról. Igaza van, folytassa. Biztos? Hát jó. Hol tartottam? Arról beszélt, hogy tűzoltástán figyeljük a bámészkodókat. Igen, ha el akarjátok kapni, tudnotok kell, hogy elismerésre vágyik. Nem a tűz érdekli. Mondjad. Csak az nem világos, hogy a gyerekkori trauma és a menekülő nők látványa hogy fér össze az elismerés utáni vágyra. Felsőbbrendűnek képzeli magát. Van mersze fényes nappal gyújtogatni. Ráadásul ugyanazon a környéken hülyének néz minket. Pedig téved, mert elkapjuk. Előbb vagy utóbb. Rendben. Akkor ilyesmit keressetek. Zsúfolt üzlet, nem csoda, hogy kigyulladt. Nem, nem, téved, nem kigyulladt. Szerintem felgyújtották. Felgyújtották? Egyre gyakrabban gyújtogatnak a környéken. Szerencse, hogy van a közelben tűzoltóság. Már jönnek is. Az egész osztag itt van. Akik először behatolnak, mindig túlélőket keresnek. Látják ők azok? A narancssárga sisakban látják? Figyeljenek, most csapolják meg a tetőt. Mit csinálnak? Lyukat vágnak a tetőbe, hogy arra távozzon a tűz. Pontosabban a füst. Mondja, honnan ért ennyire a tűzhöz? Tűzoltó vagyok. Nézzék, most figyeljenek. A tűz levegő után kapkod. Lélegeznie kell, épp mint az embernek. Különben elpusztul. De már jön is. Gyere szépen. Gyere, kicsit! Gyere,
Tegnap Kern megye vezető tűzeseti szakértője Clarence Hyde látta a jelentésünket, és érdekes adatokkal szolgálhat nekünk. Kérem, ossza meg velünk, amit tud. Pár éve sorozatos boltgyújtogatások történtek. Az egyik helyen olyasféle gyújtószerkezetet találtunk, mint amiről az önök jelentése is beszámolt. Csak hogy ezúttal habszivacsborokba csomagolták. Nem működött, így sok kárt nem okozott, viszont találtunk rajta új lenyomatot. Hát ez remek, és sikerült azonosítani, igaz? Nem. Még az országos adatbázison is lefuttattuk, sajnos eredmény nélkül. Ha az adatbázis nem tartalmazza, mi se sokra megyünk vele, zsák utca. Épp ez az, nem feltétlenül. Ha a tűzeseteket térképen jelöljük, gyönyörűen kirajzolódik a 99-es út, méghozzá egészen Los Angelesig. Forgalmas útvonal, ám lényeges, hogy a gyújtogatások szokatlan módon egyetlen hétvége alatt történtek. Ami még inkább rémisztő, hogy az úton közlekedők jó részét ismertem. Ugyanis tűzoltók voltak. Los Angelesből igyekeztek egy fresnoi konferenciára. Ho-ho-ho-ho, lassan a testtel, barátom, ne dobálózzunk a szavakkal. Miért? Rossz zsaru van, rossz tűzoltó nincs? Biztos van, csak épp elég valószínűtlennek tűnik. Összeírtam a konferencián résztvevők névsorát, de tovább nem jutottam. A 200 név közül nem tudtam tovább szűkíteni a kört. Na jó, sajnálom, de ha letámadnátok, és ilyesmivel gyanúsítanátok, nagyon kiakadnék. Csak nem aggódsz. Mi? Begyulladtál? Persze, most rögtön verjetek bilincsbe, én tettem. Meg lehet. Itt mindenki tud késleltető szerkezetet készíteni, vagy ha nem, 20 perc múlva kezdem az oktatást. Riasztó lehetőség, de nem szabad elvetni. Lásd be. Rendben. Tehát mit tudunk? 7 tűzeset a konferencia hétvégén. Kérem, bocsássa rendelkezésünkre a névsort. Minden résztvevő gyanúsított. Legyen tűzszakértő vagy tűzoltó, nincs kivétel. John. Tényleg. Jó van. Megígérted Lorinak, hogy nem sokára feljössz és mesélsz neki. Nem hajlandó elaludni. Jó, jövök már, csak be kell fejeznem a jelentést. Ma sem alszol egy percet sem? Lehet. Szűkül a gyanúsítottak köre. Rengeteg még a dolgom. John. Mivel? John. Na jó, rendben. Mi a gond? Semmi. De több időt kell töltened a lányokkal. Nem én vagyok az édesanyjuk. Mégis közelebb állok hozzájuk, mint te. Esténként levonulsz ide, és reggelig előse bukkansz. Amint lezártuk az ügyet, visszakaptok, ígérem. Megszállottként üldözöd azt a fickót. Ismerd be. Nem. Gyere ide. Ugyan, gyere már. Istenem, de gyönyörű vagy. Ne kezd másról beszélni. Ugye tudod, mennyire szeretlek? Hát, azért nem árt, ha néha emlékeztetsz rá. Szeretlek. Elég. Sajnálom, nincs több. Adjál még! Na persze, 2 üveg piához még legalább 5 dolcsi kell.
Kösz szépen. És mikor adod meg? Hé, szépségem. Megvegyem nektek a piát. Kösz, nem kell, biztos úr. Biztos úr. Zsarúnak nézek ki. Aha. Pedig nem vagyok zsarú. Áronnak hívnak. Ennyire azért ne nyomulj. Na Isten. Mire gondolsz? Igazán csinos kis felső. Kopj le! Ezt kapd le. Itt a kávé. Köszönöm, Ria. Zavarhatok, srácok? Hogy hát persze. Mi újság? Én is kérhetek kávét, Ambria. Sajnos nem érek rá. Ez sem baj, úgyis le akarok szokni. Emlékeztek a múlt héten leégett textilboltra? Igen. Néhány évvel ezelőtt Atascadéróban is leégett egy textilüzlet. Jó, és? Átnéztem az anyagot, és kiderült, azon a hétvégén jó néhány gyújtogatás történt. Pontosan úgy, mint a Kern megyei tüzek esetében. És most jön a java. A tüzek a nagy konferencia hétvégéjére estek. Úgy van. Ezt meg hogy találtad ki? Részt vettem rajta. Tűzoltó vagyok. Remek. Nos tehát, a nagy konferencia résztvevőinek névsorát vessék össze Hyde listájába. Azoknál, akik mindkét helyen szerepelnek, új lenyomatot nézünk. Nézze meg, vajon Atascadéróban volt egy gyújtogató eszköz? Igenis. Te kész. Mi van? Szóval Ambria, mi? Csak rövid ideig, aztán megismerkedett valaki mással. Okos lány. Kalicsilzi tűz nem követelt halálos áldozatot, de 46 lakóház égett le, 20 másik komoly kárt szenvedett. A tűz hatalmas mértékű pusztítást végzett. Gyújtogatásra gyanakodnak? Nos, ezt a lehetőséget semmiképpen nem zárhatjuk ki. Jó néhány hívásunk érkezett, de egyik sem vezetett nyomra, legalábbis egyelőre. Sorozatgyújtogatóval van dolgunk? Igen. Jó magam, legalábbis erre gyanakszom. Még korai lenne bármit is biztosan állítani, de... John Over. A tűzesetek királya. Viszlát. Hallom, kerestetek. Kész. Szia. Nos, mi a helyzet? Csukja be az ajtót. Jó, már is. Mire készülnek? Titkos haditanács? Ez most... szigorúan bizalmas. Az új lenyomatról van szó? Hát, a gyanúsítottak száma 10 névre szűkült, akik mindkét konferencián részt vettek. Jó, és mondd már. Egyiküknél stimmelt az új lenyomat. Ne szívhass, áruld el, ki az? John Orr parancsnok. John Orr? Hogyne, persze, na náhogy ő, ki más is lehetne. A francba, hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe. Na jó, ebből elég, ki az? Nem viccelünk. Nem, ugyan már, ez képtelenség. Szerintem is, de az új lenyomat egyezik. Toljok rá, hogy egyezik vagy sem, ez nevetséges. Biztos tévedés történt. Az egyezéshez már 6 azonos pont elegendő. Itt mennyit találtok? 13-at. 13-at? 13-at. A tévedés tehát kizárva. Hé, várjunk csak.
John biztosan átnézte a bizonyítékokat, hiszen minden tűzesetbe belőti az orrát a pasas munkamániás, ez köztudott. Én ugyanígy okoskodtam, ezért kifaggattam Hyde-ot. És? Megkérdeztem, kaptak-e külső segítséget. Igen? A nyomozásban. Határozott nemmel felelt, nem is gondolkodott. A módszer minden gyújtogatásnál azonos. Újra vizsgáltuk a barkácsbolti tüzet, ahol meghalt a kisfiú. Emlékszel? Orr meg akarta győzni a rendőröket, hogy gyújtogatás történt. És képzelje, neki lett igaza. Már gyilkossággal is vádoljuk. Tehát puszta véletlen, hogy mindig John találja meg a gyújtó eszközt. Ha valaki jól végzi a munkáját, az már is gyanúsított. Együtt dolgoztunk, értse meg! Kizárt, hogy John tette, én jól ismerem. Ő nem lehetett a gyújtogató. Kész, én évek óta ismerem, de a tények nem hazudnak. Mégis miféle tények, Mike? Két kép készült ugyanarról az elkövetőről, aki nem John. Ehhez a tényhez mit szólsz? Beszélhetnek bármit, ezt elcseszték, de nem nyugszom bele. A legfontosabb, hogy Johnnak ne szóljon. Hallgatok, mint a sír. Megértette? Ne merészeljen fenyegetni. Na jó, mindenki nyugodjon meg. Neked ez nem számít, ugye? Nagyon tévedsz, még nem tisztáztunk mindent, de Mike igazat mond. Mike igazat mond. Mit nyalod az FBI seggét? Tűzoltó vagy az égszerelmére? John előtt hallgatnod kell. Hová megy? Johnhoz, hogy beköpjen magukat. Ez nem tréfa. Nyugi, hazamegyek, ha nincs kifogása ellenem. Hagyja békén John-t! Fulladjon meg, Matassa. Jaj, John, mit művelsz? Mire készülsz? Nem is dohányzol. Mi lesz már? Ne csináld, könyörgök. Szarás. Legyél te felül. Beszélj hozzám. Ilyenkor mégis mit gondol, hol vagy? Mi? Csak érdekel, Vanda, szerint mit csinálsz, mikor épp engem dugsz? Hát, nyilván azt hiszi, tüzet oltok. Tényleg tüzet oltasz. Csak nem úgy, ahogy ő képzeli. Hát.
Gyere. Gyere már. A francba. Hé, még nem végeztünk. Ne haragudj. Máshol jár az eszem. Nem az eszed kell nekem. Tudom, de értsd meg kérlek, nem itt kéne lennem. Mi ütött ma beléd? Uncsi vagy. Szórakoznak velem. Miről beszélsz? Akárki gyújtja is a tüzeket. Engem akar bosszantani. Mint ha az lenne a célja, hogy kikészítsen. Szerinted tényleg tűzoltó? Aha. Ráadásul az a gyanúm, hogy valahonnan ismerem. Rendőrség, önök riasztottak? Nem. Csendháborításra panaszkodtak, kijönne a folyosóra? Nem hívtam a zsarukat. Úristen! Nem! Ne bánts! Engedjen! Gyere, te kisivac, ne ficánkolj! Most te állod, engedjen! Gyere! A szemben fej! Gyere! Mit csinálsz, engedjen! Csináld, amit mondok, hogy kinyírlak, te kurva! Ne, kérem, ne! Ne! Ne, kérem! Fogd a szád! Engedjen el! Kusz! Ne! Ez mit miatt az van? Ne! Hagyd meg! Ne! Jó módon a tanítel, a krácsfény! Mit csinálsz? Ne! Mi a felét csinálsz? Ne! Ne! Valaki segítsen! Ne! Kérem, ne! Matasa, mi történt? Lakástűz. A nappaliból indult, egy ember meghalt. Hogy kerül ide? Riasztottak. És hol volt? Úgyhogy hol voltam? A közelben, miért? Jó, hamar ideért. Üdv, parancsnok, mi újság? Elindultak vele a kórházba. Kivel van? Egy srác hősködni próbál, csúnyán megpörkölődött. Látta a fantomképet? Ezzel még várjunk, sokkos állapotban van. Alig lélegzik, nem most kéne faggatnunk. Azért nézzék meg. Hé, Matasa! Igen? Mondja, van már gyanúsítottjuk? Éppen ezen fáradozunk, kézben tartom az ügyet. Kézben tartja? Hát nekem nem úgy tűnik, a tűz újabb áldozatot szedett. Semmit sem tart kézben. Ne a tököket lógassák, kapják el a pasast, mielőtt a családomat is megtámadja. Még hogy a maga családja. Igen, az én családom. Hé, parancsnok, ne csinálja már, higgy el, mi is ugyanúgy szeretnénk elkapni a fickót. Akkor mire vártok? Vagytok elegen? Csak tudnám, mit keres itt. A munkáját végzi, bármilyen furcsa is. 10 perce érkeztünk, mikor egyszer csak megjelent azzal, hogy riasztották. Persze. Ettől még nincs oka gyanakodni. Tényleg, akkor magyarázza meg, hogy került oda? Ő gyújtogatott. Nem ő tette, téved. Egész más csinált. Tényleg, mit? Délután követtem Johnt. Egy motelben kötött ki, szeretője van, most boldog, he? Nem. Hogy nem? Ha csalja az asszonyt, akkor piromániás? Ne fárasszon. Egyezik az új lenyomat, mit nem értezem? John azután is hozzányúlhatott a gyújtóhoz, hogy bizonyítéként jegyzékbe vették. Kíváncsi természet. A munkája az élete, a tűz a mániája. Éppen ez az.
Ne forgassa ki a szavaimat, nevetséges! Egy 7 éves új lenyomattal akarja kicsinálni a szakma legnagyobb mesterét. Engem nem érdekel, engedélyt kérek, hogy hivatalosan figyeltessem. Ilyen egyszerű az ügy. Felfordult tőle a gyomrom. Ennek a görénynek semmi se szent. Én örülnék a legjobban, ha bebizonyosodna John ártatlansága. Mátlászla pedig csak egy keményfejű ügynök, aki mereven ragaszkodik az előírásokhoz. Ennyi. Az ő pártját fogod a saját bajtársaiddal szemben. Ne gyere nekem ezzel. Egyébként, ha ő a gyújtogató, nem a bajtársunk. John Orr vagyok a Glendale-i tűzoltóságtól. Hogy érzi magát? Nem túl jól. Sajnálom, ami történt. Nagyon bátran cselekedett. Inkább meggondolatlanul. Úgy tudom, a szemközti lakásban buliztak. Igen. Hogy van a szeme? Az is sérült? Pokolian fáj. De azért lát? Nem vakultam meg. Persze, hogy nem. Mutatnék valamit. Látta már ezt a férfit? Ez a pasas csinálta. Ez érdekelne. Nem. Nem? Nem. Nem ő volt. Még csak nem is ismerős. Mondja, hogy képes valaki ilyen szörnyűségre. Én is ezt szeretném megérteni. Sokan úgy vélik, a gyújtogatás a tűzoltó problémája. Valójában azonban mindnyájunk életére kihat. Amíg akad köztünk olyan, akit elbűvöl a tűz irgalmatlan pusztító ereje, addig a Glendale-i tűzoltókat bizony támogatnunk kell. Minden cent számít. Ha elkapunk egy gyújtogatót és rács mögé kerül, életeket mentünk. A hozzájárulásukkal maguk is megmenthetik a szomszéd üzletet, vagy a saját családjuk életét. E pillanatban is egy az egész várost rettegésben tartó sorozatgyújtogatót üldözünk. A Glendale-i tűzoltók nevében szeretném megköszönni a támogatásukat. Kérem, adakozzanak bőkezűen. Köszönöm. 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 Hogy tetszett a beszéd? Nem magával ragadó volt. Meg kell hagyni, John, nem akott párút, ha adománykérésről van szó. Igazán kedves. Csak így tovább. Nem lesz rám panasz. Remek. Összejön a pénz. Hát reméljük. Elhoztad a feleséged. Szia! Örülök, hogy ideértél. Tetszett a beszéd? Na, azt mondtad, hogy elutazik. Úgy volt, aztán megtudta, hogy beszédet mondok, és minden áron hallani akarta. Na, csak újabban milyen érdeklődő a lelkem. Istenem, gyönyörű vagy. Köszönöm. Dögös a ruhád. Ahó, édes! Szia, szia! Minden rendben? Bemutatom a feleségem. Vanda, ő ki? Vanda a feleséged. Már annyit hallottam magáról, végre arcot is társíthatok a névhez. Mi pedig együtt, két rendőr, gyakran dolgozik tűzeseteknél. Oh, nagyon izgalmasan hangzik. Igen, néha valóban izgalmas. Bizony. Hát, örülök, hogy megismertem. Részemről a szerencse. Szép a ruhája. Köszönöm. Tényleg szép. Én mindig egyenruhában látom. Jól áll, hogy így kicsípte magát. Jó estét. Szia, Vanda. Hello, Kiz. Hogy van a kedvenc aglegényem? Ereje teljében. Biztos az új kölnünk teszi. Ah, megkérlek, lefotózol minket? Hát, hogy ne. Köszi. Akkor én nem is zavarok. Ugyan, hová megy, maradjon. Álljon közelebb. Most Ügyelem. Megkérek. Nagy sikerült? Azt hiszem. Még egy csukva volt a szemem. Igen. Kicsit még...
Gordon! Mit talált? Alig várom, hogy a saját ágyunkban csináljuk. Én is. Hé, óvatosan. Ez is jelmez, kellék a fiú darabjában. Tényleg? Mhm. Jövő héten adják elő, ugye? Beleadsz apait, anyait, mi? Le fog esni az állad. Óriási lesz. Ide adod a cigit. Légy cí. Gyilkos szenvedély, én mondom. Nem. Te vagy az én gyilkos szenvedélyem. De ma nem vagy elemedben. Ne haragudj, annyi minden foglalkoztat. Hello, főnök. Hogy halad? Szia. Te meg mit keresel itt, Kémket? Dehogy. Vanda árult el, hogy itt találom, szóval beugrottam. Mindig olyan keményen dolgozik. Bámulhatos. Csak el akartam újságolni, hogy vizsgálják az új lenyomatot. Ha érdekli. Igazán? Igen. Egyezett valaki évvel? Nem. Még nem kaptunk eredményt. Á, a régi asztalom. Igen, remek beszédet mondott. Esküszöm, az ujjak köré csavarta a hallgatóságot. Kösz. Hát nincs mit. Mondja csak, találkozott Hyde-dal, mielőtt ellátogatott hozzánk? Például a Bakersfield-i tűz idején, vagy akkoriban? Nem hiszem, miért? Nagy kár, szükségem lett volna egy-két adatra, olyan sok a rés. Valamit közölni akarsz velem? Dehogy, John. Én is csak óvájgok. Tűt keresek a szénakazalban, mint maga. Már John vagyok, nem pedig parancsnok. Van gyanúsított? Nincs. Egyelőre még nincs. Az jár a fejemben, amit maga mondott. Mire gondolsz? Hogy a fickót csak úgy kaphatjuk el, ha megértjük, hogy az elismerés érdekli, nem a tűz. Ez itt a te embered, Kész. De úgy fest, csak akkor kerül kézre, ha magam kapom el. Marty, gyere csak! Válthatnánk pár szót? Hogy nem, Mr. Orr. Mi a baj, apa? Semmi, kicsim. Ja, négy szem közt? Igen. Egy pillanat. Apa! Egy perc az egész, nyugi. Kérdeznék valamit. Mik a szándékaid? A szándékaim? A lányommal. Feleségül veszed? Feleségül? 17 múltam. Tehát a közeljövőben nem tervezel házasodni. Még szép. Oké, rendben. Jól van. Nincs több kérdésem. Be is fejezhetjük a beszélgetést. Megkaptam a választ. Nyugodj már le. Matassa, itt Keith. Mi folyik ott? Semmi, várjanak. Akkor elmehetek? El. Jézusom, más se csinálunk egész nap. Kösd be magad.
Mi a gond, uram? Hogy mondod? Hogy valami gond van? Nincs semmi gond, az égvilágon semmi. Főleg akkor nem, fiam, ha a lányomat szűzen vezetik az oltár elé. Megértetted? Meg. Remek. Jó mulatás. Oké. Rendben? Köszönjük. Ne száguldozz! Igen, uram. Megvan. Elindult. Vettem. Az isteni fenébe! Betört az antenna, észrevette. Ne mozduljanak! Miért? Mi történt? Lebuktunk. Kiszúrta a poloskát. Elengedjük. Ne kövessék. Halló? Halló, ki beszél? Ott ki beszél? Add át kétnek a kagylót. Ki a szívem? Téged keresnek. Ó, már is, egy pillanat. Te várj meg itt. Gyakorold a pörgést. Halló? Kék. John! Itt vannak a fiúk osztálytársai, kész őrület. Két, várj, figyelj, nem fogod elhinni. Követnek, valakit rám állítottak. Poloskát találtam az autó alatt. Szerintem Vanda. Csak ő lehet. Nyilván felbérelt egy magánnyomozót, vagy ilyesmit. Volt be neki, hogy viszonyunk van. Igen, biztos, igen, igazad van. Egy pillanat, várj. John! Jézusom, minden rendben? A fenébe. Semmi baj, nem történt semmi, mennem kell. Nem lehetett, Vanda. Nem alacsonyodna idáig. Pedig nem kismanók tették oda. De hallgass! Emlékszel, arra gyanakodtam, hogy egy tűzoltó a gyújtogató. Igen? Azt hiszik, én vagyok. John, hidd már el. Biztos vagyok benne, hogy egy magándetektív tette oda a poloskát a feleséged megbízásából. Ezer szám találkozom ilyesmivel a munkám nem során. Nem, Vanda áll a háttérben. A kis szemetek engem gyanúsítanak. Kerry nagyszerűen mulatott Mártival. Úgy gondolod? Igen. Akkor jó. Igazán szép tőled, hogy elengedted. Vén morgó medve. Aludj jól. Azt hitted, nem jövök rá, ki vagy? Eltartott egy darabig. Bekaphatod! Nagyi! Anyu!
Vanda, mi a fenét művelsz? Azonnal tedd le! John, ez képtelenség. Csak nem minden éjjel itt rostokolsz. És közben írtál egy könyvet? Azt hittem, jelentéseket készítesz, hogy véget vess a gyújtogatásnak. Így is volt. Dolgoztam közben, igyekeztem beférkőzni a tettes fejébe, és megszületett ez a könyv. Miért nem szóltál nekem? Miért? Meg akartalak lepni. Ne haragudj. Ne is tetszett? Tessék? Mi a véleményed a könyvről? A véleményemre vagy kíváncsi? Igen, hogy tetszett? Vanda! Szerintem a főhős épp olyan, mint te. És az az érzésem, hogy viszonya van valakivel. Vanda, ez csak egy regény. Viszonyod van valakivel? Csak a karaktert próbáltam feldobni, kicsit izgalmasabbá tenni. Ne láss rémeket, kérlek! A kérdésre felelj. Hogy feltételezhetsz ilyet? A könyvet nektek írtam. Tudni akarom, hogy tetszett. Túl közel áll a valósághoz. Őszintén szólva... ijesztőnek találom. Félelmetes. Ijesztő? De hát mi rémisztett meg ennyire? Az erőszak. Az erőszak. Hát... Nem tudtam, hogy a piromániások nőket is erőszakolnak. Akad olyan is. A tüzet a szexel azonosítják. Mi a baj? Miért nézel így rám? Miért írtál ilyen könyvet? Boldogtalan vagy? Tessék, dehogy. Szeretlek, Vanda. Soha nem tenném kockára a kapcsolatunkat. Négy házasság kellett, hogy rájöjjek. Négy! Te vagy a lelki társam. Minden vágyam, hogy veled éljem le az életem. Azt akarom, hogy büszke legyél rám. Nem is sejted, mit jelent számomra ez a család. Hogy mit jelentesz te és a lányok. Soha nem tudnálak bántani. Hogy ki akarsz szállni? Nevezzük egyszerűen összeférhetetlenségnek, rendben? Foglalj helyet. Ugye nem az ősi ügynök tűzoltó ellentétből ki a csőröd? Nem, semmi köze az FBI-hoz. Pedig nyomós ok kell rá, hogy kilépj a különítményből. Rendben, elárulom, de kezelje bizalmasan. Jól van. Ki vele? Matessa szerint John Orr a gyújtogató. John Orr? Még visznek is rossz. Messze a legjobb tűzeseti szakértőnk. Ő képezte ki a félcsapatot, még téged is az égszerelmére. Főnök, az egyetlen új lenyomatunk egyezik Johnéval. E fölött nehéz szemet hunyni. A fantom képekkel mi a helyzet? Éppen John titulálta az egyik tanút flúgosnak, és igaza is volt. A nő megbízhatatlan, a képek hasonlósága merő véletlen. Nos, így egészen más színben tűnik fel a könyve. Könyv? Milyen könyv? Döbbenetes. John írt egy regényt, és volt képe a főnöknek eldicsekedni vele. Na és? Miről szól? Egy gyújtogatóról. Akiről kiderül, hogy valójában tűzoltó. Anyám. És Gray eddig nem is említette? Pár oldal után abba hagyta, szentségtörésnek érezte. De utólag felmerült benne, hogy Orr a fantomképet vette alapul a gyújtogatójához. Na jó. Hol van most ez a könyv? Meg kell szereznünk. De hogyan? Nem kérhetjük el tőle. Magában bízik, Kiss? Nem, már nem. A múltkor láthatták. Tudja, hogy kiszúrtuk. De ne feledjük, mit mondott. Nem a tűz, az elismerés érdekli.
Kamelló, a filmednél dolgozik egy tűzoltóparancsnok is, ugye? Csalja ki Johntól a könyvet azzal, hogy odaadja egy producernek, kapja meg az elismerést. Köszönöm. Vigyázzon az én kicsikémre, és értesítsen, amint hall valamit, rendben? Megyem is ásványvíz, köszönöm. Nem, valamit. Nem fogjátok elhinni, bevette. Már is eljuttatom nektek. Jól van. Hihetetlen, hogy mindent leírt. Egyre gyakrabban gyújtogatnak a környéken. Most csapolják meg a tetőt. Mit csinálnak? Lyukat vágnak bele, hogy arra távozzon a tűz, vagyis a füst. Érzik a meleget? Igen. Izgalmas, ugye? Mondja, honnan ért ennyire a tűzhöz? Tűzoltó vagyok. A nevem John. John Orr. Öregem, a könyvbeli tüzek nagy részét mi vizsgáltuk. A saját csapatát küldte ki a gyújtogatásaihoz. Igen. Sőt, a saját tüzeit vizsgálta. Ezért talált meg minden szerkezetet. Ő hagyta ott. De... ha mindent elkövetett, amiről írt, a lányt is megerőszakolta? De... hogy nem tűnik valóságosnak? A gonosz figura mesterkélt. Értem. Nos, az az igazság, hogy épp olyan ügyben nyomozunk, ahol a gyújtogató maga is tűzoltó, úgyhogy nem... Rendben. De hogy hálás vagyok, hogy elolvasta. Köszönöm. Megint visszadobták. Ez már a harmadik. Még két helyre elvittem két ügynökséghez, de válaszra sem éltettek. Szóval... Nem szabad feladni, apa. Egyszer majd csak összejön. Köszönöm, Keri. Szia, szeretlek. Én is téged, papa. Kösz, hogy bíztatsz. Tőled különösen jól esik. Ugyan. Köszönöm. Érezzétek jól magatokat. Rendben. Sziasztok. Szia. Szia. Emelje fel lassan a kezét! Fel a kezekkel, John, különben lelövöm! Mi?
történik? Mit csinálnak veled? Ne mozduljon! Vegyen el a kezét a pisztolyról! Szép lassan! Letartóztatunk gyújtogatásért. Velünk jön az őrsre, ott mindent elmagyarázunk. Most ismertetem a jogait. Ez őrület, semmit sem tudtok felhozni ellenem. Na és az új lenyomatod? Hányat találtatok? Micsoda? Csak ennyit tudsz mondani? Nálunk van a könyve. A könyvem? Szintiszta kitaláció! Jogában áll hallgatni. Bármi, amit mond, felhasználható ön ellen a bíróságon. Joga van ügyvédet fogadni. Kész, fiam! Azok a tanórákhoz kellenek! Megértette a jogait, John? Rám ne nézzen, John. A mindenit! Ezt nézzétek! Kész fegyverraktár! Rendben, fotózzátok le! Rendben! Rengeteg videókazetta. Felvételek a tüzeiről, uramisten! Mi lehet ez? Borzasztó. Jézusom, ez Ambria. Ahová csak nézek, mindenhol köd és homály. Már nem tudom, mit higgyek. Azt akarom, hogy nézz a szemembe, és mondd el az igazat. Vanda, édesem, nem történt semmi. A mi szakmánkban bizony előfordul a tévedés. Egy perc alatt tisztázom magam, de most szükségem van rád. Érdekes, akkor nem volt rám szükséged, amikor a rendőrnővel hegyektél. Annak vége, nincs jelentősége. Nem tudnék nélküled élni. Rendben. A feleséged vagyok. Természetesen a tárgyalás alatt segíteni fogok. De utána beadom a vállókeresetet. Vanda, figyelj most nagyon. Nagyon megrémültél. De ne aggódj, hamarosan olyan lesz minden, mint régen. Együtt legyőzhetjük mindezt, hidd el. Együtt? Volnál szíves elárulni, hogy ezt hogy képzeled? Milyen eszközökkel tudnálak én megvédeni? Neked nem kell semmit se tenned, nincs ellenem bizonyíték. Tudod, hogy szeretlek. Ugye tudod? Ugye tudod? Ha ennek vége, elintézem a válást. Csak te leszel, meg én, meg a gyerekek. Hisz mindig is erre vágytunk. De éreznem kell, hogy mellettem állsz. Tudom. Gondoskodj a húgodról. Észre sem veszed, és otthon leszek. Szeretlek. Rendbeli gyújtogatás, 30 év. Mit kíván hozzáfűzni? Fellebbezünk. Az ítélet mindössze egy regény kéziratra épült, tehát fellebbezünk. Elképzelhető, hogy gyilkosságért is elítél? Íme a nyilatkozatom. Meggyőződésem, ha újra vizsgálják az ügyet, felmentik a védencemet. A nagy tűzszakértők beférkőznek a gyújtogató fejébe. Olyannyira, hogy már az ő szemével látnak.
A különítmény erre sajnos nem volt képes. De kellett egy bűnbak, úgyhogy egy több éves új lenyomattal és egy regénnyel Rács mögé juttattak. Az igazság az, hogy valaki több ezer tüzet lobbantott lángra egyetlen árulkodó nyom nélkül. Gúnytűzött belőlük, mégsem kapták el. A maga módján nagyszerű volt. Végül minden kétséget kizáróan azonosították a gyújtogatót. A bizonyítékok tükrében az esküdtszék bűnösnek találta John Hort. Jelenleg négyszeres életfogytiglan büntetését tölti a Barkács üzleti halálesetekért. Az ítéletet követően a Los Angeles-i tűzesetek száma 75%-kal csökken. Letartóztatását megdöbbenéssel fogadták Los Angeles minden tűzoltó egységénél. Dél-Kalifornia történetében mindeddig ez volt a legkomolyabb gyújtogatás sorozat. El akarjátok kapni a fickót. Ne feledjétek, hogy elismerésre vár, elismerésre vár, elismerésre vár. A filmet rendezte Newton Thomas Siegel. Írta Matthew Tabak. Colm Fior, Rosta Sándor. Cliff Curtis, Dolmány Attila. Béling, Maisai Nyilas Tünde. Ileana Douglas, Bede Fazekas Anna Mária. Ronnie Cox, Szalai Imre. És John Leguizamo, Balázs Zoltán. Fényképezte Anthony G. Nakonecsny. Zene John Ottman. További magyar hangok. Hombas Dániel, Bogdányi Titanilla, Kántor Kitti, Bognár Anna, Hűsi Ildikó, Juhász György, Ponc István, Bolla Róbert, Németh Krisztina, Rába Roland, Mednyászki Ági. Magyar szöveg Galavics Anna, vágó Kozma Judit. Hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Aprics László. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkron készítette.
Thank you.